Köszöntök mindenkit a mai sajtóbejáráson, ami Teremek Károly kiállításának a bevarakozó sajtóeseménye, és művész Teremek Károly is megtisztelt bennünket azzal, hogy megjelent ezen az eseményen. Ez, mint tudjátok, egy ma este nyíló kiállítás. Ma este 6 órakor lesz a hivatalos megnyitó, és holnap reggel ugye normál rendben látogatható a tárlat. Kiállítás gyakorlatilag kész van, tehát a művek a helyükön vannak, az utolsó simításokat végezzük, amit ilyenkor szoktunk, különböző feliratoknak, a betűkivágásos feliratoknak a felhelyezése. Még a grafittések jönnek kicsit később. És a műcéplák hiányoznak még, ezeket helyezzük föl ma délután, hogy minden rendben legyen a megnyitóra. Azt gondolom, hogy a kiállítást, lévő szövegek nagyon jó eligazítást adnak az egyes blokkokról, de mivel ezek a szövegek még csak részben kerültek ki, az esetlenben már kikerült, tehát érdemes mondani néhány mondatot minden egyes részről. Úgyhogy úgy terveztük, hogy röviden körbe megyünk, én azt szeretném, bár nem beszélünk erről, hogy inkább Károly beszélne a művekről, és a végén, hogyha körbe megyünk, akkor lesz lehetőség interjú. Ja, a cím, az átfestett ikonok cím, vagy átfestett ikonok cím, az azt hiszem, hogy különösen magyarázatra nem szorul, utal arra a művészi attitűdre, ami Teremek Károly művészetében évtizedek óta hangsúlyosan jelen van, a művészettörténeti kánon meghatározó irányzatait, alkotóit, reflexív módon újra gondolja, és ezek a reflexív újragondolások gyakorlásként jelennek meg. Tehát nagyon sok klasszikus művész és klasszikus mű az, ami művészetének egyfajta alapanyagából szolgál. Tényleg ikonikus művészek és ikonikus művek. És aztán olyan műfajok is születtek, amelyek szintén ikonikus sűrűséggel képesek megjeleníteni valamit. És van egy megtalált saját ikonja Teremek Károly művészetének, amit mindenki ismer, ez a Teddy Maszkó ikon. Ennek a kiállításnak a előzetesen még annyit mondanék el, hogy a kiállítás felépítése olyan, hogy az elején kezdődik és a végén ér véget, nem lehet közben másfelé menni, tehát egy irányított kiállításról van szó, egyfelé tud a látogató haladni, tehát egymásra épülnek az egyes termek. Ennek érdekében építettünk néhány vendégszalat, és az építést mi használtuk arra, hogy rekonstruáljunk egy-két részt az ENSZ múzeumnak, ami idén ünnepi a centenáriumát. Az egyik legszebb élményünk az volt a rekonstrukció során, hogy föltártuk az ENSZ múzeum kiállító terébe lévő kupolát, amit majd meg fognak látni, amit valami miatt elfalasztak néhány évtizeddel ezelőtt. Azt gondolom, hogy kezdjük és nézzük meg a műveket. A témán a tematikus osztáson túl, ami egy érdekessége, az egy olyan műfaj, ami Teremek Károlyhoz kapcsolódik, radírképeknek a műfaja, amit egész korán elkezdett, a 79-es első kiállításán állított ki ilyen műveket, ami nem egyszerűen radírozás, ugye a radírt sokan használták a művészetben, többen használták, ahhoz emberek is mehetek ezek a radír munkáit, egy nem egyszerűen radírozásról van szó, hanem lényegében egy új műfajról, a radírképről. Hogyha megteszed, hogy mondanál erről te magad. Jó, hogy ez radírral van. De Vászlóra nem lehet grafittal meneperek. Tehát radír, nagyon zsinettenge élesség radírral van, aztán bele nyomva Vászlóra. Mint a tintasugaras nyomtató, rengeteg munka. Milliméterről milliméterre, aztán még lemond, még plusz, de nem attól azért kép, hogy kivaradírozom. Ezt tulajdonképpen lehetne az absztrakt expresszionizmus inverze is. Az egy katafalk, eredetileg egy etruszk urnafedél. Sose volt kiállítva, illetve tudod, hogy van, de ugye magam nem volt kiállítva, mert nem engedték. Még a 80-as években sem engedték. Pihenő kórusz, palaszt, asszony és
Ugye itt a hangsúlyos téma az iparosítás, ami egy klasszikus iparosításkori kort megidéző képpel, ez az Industrial Milk című képpel indul. Az erőszakos iparosítás, ami Magyarországon ugye 48-as fordulat után jellemző volt, főként az 50-es évek első felében, ennek az időszaknak az ikonikus figurái, munkássör, a ledöntött Sztálin szobornak a feje, egy olvasó munkás, a Széncsata őse címmel egy jellemző figura, egy hélosztó. Hát a Rákosi rendszer hazugság ikonjai. Ez eredetileg a CEUM volt, kiterülődött a kommunizmus címmel, tárkép hiányzik innen. Itt se így gondoltam volna, hogy legyen ennyire nyomasztóan kiállítva volt egy-két lazító kép, tehát mindegyet a Gábor letezte. Így is egységes és jó. Jó, most sétáljunk tovább. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. Ennekről órákig tudnék beszélni, és hol van érdő. Aztán művészettörténeti szempontból.
20. század nagy művészeit akarok mondani, még sok mindenkit bele kéne legyek. Ennyi. Afrikai maszkó, 19. század. Körülbelül a Búrháború idejéből, a Hannover és Sprengel Múzeumnak a tulajdona. Tulajdonképpen azt az volt a szándékom egyrészt, hogy a múzeumból kiszabadítsak a cuccokat, hogy megint élővé váljanak. Ő, mint tudjuk, hogy az idősebbek tudják, hogy a proletariátus fegyvere, szóval ez a bazalt kő, ez önmagában egy nagyon szimbolikus elem. És ugye a kő az, ami a hagyomány szerint nem rendelkezik élettel. Nem akarnék nagyon filozófiálni, de ugye például a Heidegger, aki nagyon sokat írt a körül, a létezőket úgy különböztette meg, hogy van az ember, aki attól ember, hogy világgal rendelkezik, van az állat, akinek igazából nincs, vagy egy másfajta világa van, és vannak azok a létezők, és a követ hozza fel példának, aminek egyáltalán nincs világa, ami nem rendelkezhet világgal. Ennek a munkának, vagy ennek a sorozatnak 29 ilyen kő látható, az érdekessége, hogy élettel telítődik meg valami, tehát világgal lesz a követnek, azáltal, hogy ezeket a preparátum szemeket megkapták, ezáltal ezek élővé váltak, és szinte mindegyiknek van egy kis egyéniségük, mert visszanéznek rá, hogyha rájuk nézünk.
itt még a szöveg fölrakás miatt is azért, mert egy csíkot kell idehúzni, hogy ne mászkáljon be látogatók, még nem teljesen a végülésején vannak a kövek, de talán így is látszik, hogy ha rájuk néznek, rájuk néznek, hogy bizony ezek szembenéznek velük. Én lehetett a címérleknek forradalmak azt, hogy emlékművek. Tehát bonszáj emlékművek. Ezt ki kell tenni az asztalra, hogy emlékezzünk, hogy volt ilyen. Attól teljesen függetlenül most aktuális, nem aktuális. Szerintem már nem aktuális a forradalom. Nincs köze 56-hoz. Már 56 darabot csináltam, éppen akkor csináltam 56 volt, de nem 56-ra csináltam, hanem általában mindenfajta forradalom, bonszáj emlékműve, nem, asztalik az a lényeg, hogy pici legyen, és tényleg az asztalra ki lehessen tenni, de leginkább az azt író asztalra. Igen, hát itt ez egy kedves sponsor, egy új jelentést kapott az asztalra. Személyes legyen, nagyon személyes legyen, akinél van ilyen, az. De úgy éljen az ez csak egy kis beugró. A következő nagyobb teremnek a címe az, hogy uralhatatlan ikonok. És két nagy terület van, ami ebből az egyik olyan, amiben mindenki érdekelt valamilyen szinten, az a szex. A szexualitás, a szexuális vágy, amit ugye az ember nem tud feltétlenül kontrollálni. Túl van a racionalitáson, hogy vannak olyan részei maga a vágyon, ami túl van a racionalitáson. És aztán van, már a forradalmat említettek Károly, egy olyan társadalmi megváltás, ugye emberek, akik meg akarják váltani a népet, vagy magukat, vagy bárkit, és elkapja őket a hív, ott szintén uralhatatlanná válik. Ugye vannak ilyen történetek éppen a forradalom, különböző forradalom történetek, amikor uralhatatlanná válik a történet. Che Guevara ennek egy nagyon fontos ikonja. Che Guevara megjelenik ezen a képen, ami egy nagyon fontos kép a Károly életidőben, azt gondolom, és megjelenik ezeken a fotalapú, fotós munkákon is, amelyikből néhányat kitettük. Ezek tulajdonképpen is azért, hogy Che Guevara van egy... Még írt egy szép, mert ott más lesz. Tessék? Igen. Ez a halott Che Guevara, nem? Tessék? Ez a halott Che Guevara. Igen, ez is a halott Che Guevara. Igen, hát az volt aztán, ami hát két képe van, a csillagos sapkás, ami végig járt a világot, de tényleg az igazi csehjavarúgon, abban lettek szerelmesek a nőkférfi. És hát ez a másik, hogy a nagy ellenség, hogy annyira féltek tőle, Bolíviában a katonák, akik bolíviai katonák, bolíviai hadseregnek katonái, levágta a lábát, berúgott előtte a katonát, megjött egy fél liter rumot, és levágta a lábát, hogy de lehet, hogy az ő népi mítoszunk az így van, hogy ne tudjon értékelni. Tehát azért egyszerűen ott látszik, talán megcsatolták a már halott, már hagyom őt. Hát itt azért van egy ilyen, hogy 81-es kép, első színes kép a lagérképek után, hogy szeretem, nem szeretem, tehát egy ilyen ambivalens viszony. Ráadásul ott a fotósorozat, az volt előkész, és ott is a színész arra kértem, hogy hát én is vártam, hogy milyen pózokat vegyek föl. Ez egy olyan, hogy szeretem, nem szeretem. Nem jelenti a Guevarához képest, meg az egész szakonikó képvisel. Hogy az erőszak és a szexus az hogyan kapcsolódik össze, hogy szép példa ez a Jung című kép, ahol ez a klasszikus spíros elmegyőre szemlő alak egy késsel megy. Ez is egy nagy téma. A magyar művészetben is van ennek hagyománya, végig lehet. Nem,
Picasso. Egy Picasso halott, igen. Amit is azt mondjuk, mert az volt nekem az. Igen, oda akartam. Eldöntöttem, hogy most már életem végig 40 évben keresztül az amit is azt mondjuk, hogy fogom festeni. Igen, ennek egyéb amit is azt mondjuk, parafrázisokat is látom majd. Csak azt akarom mondani, hogy ezzel együtt van egy ilyenfajta vonatkozása is. Ugye van egy magyar művészettörténeti vonatkozása. Tehát a művészettörténet vonatkozása. És van egy nemzetközi. Megy a kubista is a szeret. Igen. Előző művészet, de kicsit ott le akkor is utána, de csak kicsit szép. Igen, hát ugye ez általában jellemző, tehát a legtöbb, nagyon sok... És hát a rögős kubias, véres lába, illetve igen. Én erre van. Aztán köszönöm. Hát én azt gondolom, hogy a magyar történetet sem lehet elvonatkoztatni, ami elkezdődik mondjuk Anna Margit késesen arcképével, és ugye annyira erős, vagy egyértelmű a picassói motivum a parafrázisaitól, aztán végképp nem is, mert ha valaki egy picit bekerül Kelemen Károly művészetének a világába, akkor látja, hogy a Picasso parafrázisok azok nagyon fontosak az életünkben. Ez is egy különös Picasso, azt kitárol, amit egyetlen nem kép. Hát, annak Picasso képen nem tudom érdekelni engem. Ja, hát mondjuk a vasakon nő, mint vasakon mentve. Ja. Tehát, hogy a jó. De... Megfogod. Ez egy más, nagyon érdekes sorozat, amit közelebbről is érdemes megnézni, hogy ilyen arra viszont neki nekem, hogy jöjjünk közelebbről, amit nem lehet látni. Ezek virágok tulajdonképpen, amelyekben... Az sem sorozat. Amelyekben van egy kis komplikáció. Bármilyen volt egy ilyen még fotókos, ilyen pornó, hogy egy fasz. Hogy hívják szexin? Akkor van Edward Hopper, amelyikben testő. Szenvedély irány. Van a Duel Park. Tehát mind Tasen sorozat a kivágástól. A kollázsok csak egy szenvedély irány. Mert az emberek meg kell magának innunk, hogy már mi a francnak csinálják. De nem előbb a hagyalás van, hanem körülbelül érzi az ember, és a legjobb hozzá valami találni. Hát itt egy kicsit haványtalanul sok a lőci, mert a szenvedély a sok minden. Például a Duel Parkot én is fogom fel, hogy a viszítő szenvedély. Ez egy komoly szenvedély. Nem beszélve, hogy én ráadásul magyar kártyákkal kezdtem. Tehát háznak a játékszenvedély. Tehát ez a szenvedély, ez úgy bennem van valahogy. Ezek még az az érdekes, hogy amikor megcsináltam, egyik reggel arra jövő, hogy az patyám uram, hát én ezt megcsináltam. Ez már tisztán, hogy a Photoshop, az Embossz, egy pozitív megint meg nem tudjuk részleget átcsúsztak. Összecsúsztak, az alát azt nem hagyozni. De a lényeg az, hogy pozitív negatív hangból keresztül. És ez szép volt. Csak hogy utána ez ugyanezt csinálja. Ez egy pozitív, meg egy negatív. Ami így a mozdulathoz még van egy csapat, pozitív, meg egy negatív kép van. Elcsúsztatva, de ezt még egy pozitív és egy negatív van. Filmen csúsztatta meg. Abból lett egy fotó, a fotó lett felvetítve, használták. Az, annak az előkép a zöld lász. A matérnak most megjelenik a lászak, hogy már előbb egy ilyen szőrös, amikor be szokták taposni a szőrőt, nagy fadéka van. Ez is például, és nagyon jó közintézményekből,
például ez a kettő Manzoni aláír egy autót, és a Heidegger szánt, mind a kettő Ausztriából jött. De magyar múzeumok közül is van olyan munka, amit a Ludwig most hozta föl példaként Károly, de van egy nagy kép, ami Székesfehérvárról jött, ami tulajdonképpen még nem volt kiállítva Magyarországon, nem láthatta a közönség. Mumokban. Következő kis rész az fontos, hogy megint csak mindenkit érint a magány témája, magányról szól, elveszik volna a szíve. Nem az egyedül létről, mert az egyedül lét az olyan, ami mindenkinek szüksége van, a magánya nincs felejtő összességünk, az úgy jön akkor is, hogyha nem akarjuk. Nagyon különböző műfajú munkák vannak itt is, de van egy nagy radírkép, ez is jött, és vannak ezek a felnagyított pixelek, egy ilyen üres helyeket hagyó Yves Klein parafrázisok. Yves Klein című fikciós kultúrja, 9 részre szépen. Ebből most négy látható. Itt is teljesen, tehát amit akartam kapcsolni. Mert hogy érdekesnek a jaj, aztán szabad egyik, nem szabad összekezni. Tehát a szándék az, mert már egy minden két különböző való más. Hát aki ismerve összekezik, azt tudja. Igen, mindig meg összekezik. Tessék? Ki rakjuk, kicsit. Szerintem nem. Aki itt, tehát aki ismeri Ifrányt, azt szerintem egyből fel ismeri. Szépen, hogy nem szükségtelen. Kirakni esetleg a vörös magányról, hát azt mondja, hogy... Fú, hát az aztán... Mondanám, az még az Eglektika című kiállítása nem lehet igaz, hogy nem lehet a kiállítás. Ott még szintén csak ez a tökász, eredetileg. És egy Volkswagen, a Dolcs Volkswagen, Bogánáti könyököl. Péter Galadon volt. És hát ez házépítés, ez egy 100 kilóról, és csak nem tudtam, hogy dolgozom felépülni. Ez egy teljesen alapult, és ugye mindig megkérdezi azt a pontot, ahol már nem tudom, hogy nem lehet saját képvét, de kialakul egy egyenség, egy kompozíciós festészet. A kép lelkép legyen, addig festészet, amíg megvan. Ha nincs meg a lelke, akkor rossz a kép. Hát ez is nagy öröm, hogy ez azóta nem volt látható, ez Ausztriába került szinte. De Győrben még. Győrben volt. Volt, tudom. Nem tudom, hogy csinálta a kiállítást, akkor Győrben csinálta ebbe a ideális. A pedig kölcsön adta. A tép. De én nem látom. De persze ez nem is kiállítás. Felfogott Bortnyik által felfogott vasság.
tulajdonképpen. Ugye a Husom esetében a női alter egójának a képe jelenik meg, ez a híres fotó, amit a nőnek beöltöző, hogy Mári készített, és ennek egy parafrázisa. Egy Borgol filmből vett mondatok, illetve ez egy kassák idézet, tehát a képen átdolgozva, ami akár a kiállítás legelejére is kerülhetett volna, én legalábbis azt gondolom, hogy a három művészeti attitűdjére nagyon jellemző az a mondat, amit megjelenik, hogy legalábbis ennek a mondatnak a legelső része, nem olyan könnyű elolvasni, romboljatok, hogy építhessetek, hogy kezdődik. Ez a fajta klasszikus, ma már klasszikus dekonstrukciós módszer, ez végigkíséri az elmúlt évtizedeknek Kálmán Károly művészetét. Hogy darabjaira szedi szét azt, amit talál a művészeti hagyományban, de nem egyszerűen destruálja, nem kidobja, hanem újraépíti valamilyen módon és autonóm módon építi újra. Tehát nem destrukció, hanem dekonstrukció, amit művel a kassáki intelemhez. Igen. Ennek tulajdonképpen az első falencet festményem. Elkezdtem gondolkodni, hogy lenne egy falenceteket kiszínezni. Úgy beszélt át, hogy festett ő is. De jelentősen eltettem az eredeti formától. És ebből sem zárok van. Tulajdonképpen halál, amit csináltam, mert ez egy festőiskola. Így is lehet, úgy is lehet, amúgy is lehet. Csak legyen benne a végén jó téma. Hát tulajdonképpen a téma nem is olyan nagyon-nagyon érdekes. Persze igyekszem azért olyan témát keresni, amit más megért, nem kell külön magyarázni, hogy mi is az. Ja, hát nem tudom, nem kérdeznek a... Hát itt ez az egész vasság, itt ez a bőrmagát. Ez egy olyan átkötés, ugye ez a Részek konstruktivista című munka a Nemzeti Galériából, amit elkértünk és tettünk. Ez egy Malevics parafrázis, de ez a terem, amiben most megérkeztünk, ez a kiállításnak mutatni egy Babadér központi terme, ami azt a címet viseli, hogy a megtalált ukon, és itt a Teddy Mackó figurát jelennek meg. Ugyanúgy nagyon sok a művészeti parafrázis, tehát a konszenviktuál megjelenik, ugye Cézanne által festett egy Cézanne nagy életprogram, egy kis Gauguin is megjelenik, Picasso, egyes művön megjelenik, vagy Moore, annál a szobornál, de minden egyes művben megjelenik a Teddy Mackó figurája, aki azt mondom, hogy egy nagyon jelentős és tényleg ikonikus sűrűség alak. Eleve a Menve, ugye ez egy nagyon, nem véletlenül nagyon elterjedt és erős motivum, sok területen. Ez így állt a művészetben, akkor ez valami különös erőt kap. Én azt gondolom, hogy van egy furcsa párhuzamosság, ami a képzőművészetben és az irodalomban történt, ugyanabban az időben, amikor Kálmán Károly megalkotta ezt az ikont, kisajátította, és ez az övé tulajdonképpen, ez a Teddy Mackó ikon a képzőművészetben, a szép irodalomban Tandori Dezső egész másként, de szintén működtetett egy ilyen medve motivumot. Ő aztán abba hagyta ezeket, hamarabb abba hagyta, és átért egy másik motivumra, a verebekre, de egy nagyon érdekes párhuzamosság, és azt gondolom, hogy nagyon érthető. Hát a medve ez egy nagyon furcsa állat, amit az ember nem tud háziasítani, de állandóan szerepel a mesében, a medve az egy nagyon kedves, ilyen macskó, nagyon kedves ember, meg ezekben a játékokban, kedves állat, majdnem ember, kedves ilyen játékokat készítenek,
belőle néha van is gond a, van is gond erről, hogy Umberto Eco-nak van egy szöveg, ami arról szól, hogy Rómában az állatkedvelt kis gyerek bemászik a kedves macihoz, és ugye felmarcangolja a macit, tehát hogy ez sokkal bonyolultabb ugyennél. A legtöbbször persze ez a bonyolultság ez nem jelenik meg ezekben a művekben, és nem is kell, hogy megjelenjen, hiszen ezek parafrázisok. Önmagában az, hogy a vasoló nő vasoló medveként születik újra, egy parafrázis, de mindig ott van, mindig oda lehet érteni. Ezt is, hogyha ilyen nagy számban jelennek meg a maszkok, akkor meg nem tehetjük meg, hogy nem értjük oda. Ez annyit, hogy hát ha jól látják, hogy soha emberi tükrön nem tényleg. Legelején reprodukálunk, de reprodukcióban megjelent képes, de az én nekem legyen egy cselekvősöm, mert én csak gyártott valósággal dolgozom, és abban a tennék, mint gyártott ember idején. Felére mindenki jártam el a gondol, bármelyikünk, akkor azt tudja neki a tennében mit jelent, bármit rá tud vetíteni a saját lelkéből. Tehát én szerintem képviseli a posztumál jövendő, tehát ott a nemmeliség szűnik meg, az a bizonyos ember nembeli lényege szűnik meg a teniberben, nálunk. És hát azt a 800-as évek 1896-ban talán egy svájci nő készítette valamit. És aztán egyszer egy életkarriert futott be. Talán a leghatalmasabb. Én merem mondani, hát annyira mindenki tudja, hogy az mi. Valaki azt mondja, hogy a játékmaszkó, persze, hogy a játékmaszkó. Eredetileg az általában. Na, jó. Abban is megjelenik, ott az egy tahiti. Már magában a Gauguin. Igen, az egy Gauguin kép, ott lesz a szintanásodat. Csak felfedezzem, hogy egy maszkó.
képetek. Így van. Sokkal jobb nem. Annyi még, hogy itt van egy, van két tárgó, ahol néhány Dávid emlék, rekvizitum jelenik meg, és készült egy sportfilm, 32 perces film, Károly, ahol mesél erről az elmúlt néhány évtizedből, úgyhogy abba is bele lehet nézni, vagy ha valakit érdekel, akkor végignézheti. Köszönjük!